járványügyi rendelkezéseket betartva, csendes szentmisével és rövid imádsággal tartották meg az első csütörtöki eukarisztia ünnepet Székesfehérváron. A főpásztort és a híveket Nyárai Horvát István plébános köszöntötte. Nem merünk bízni a Jóistenbe, segítsen, hogy lelepleződjön bennünk az a távolságtartás, amelyel sokszor a Jóistennel szembe vagyunk, és segítsen abban, hogy belássuk, hogy mennyire az egyedül jó, az egyedül értelmes a Jóistenre hagyatkozni. Spányi Antal megyés püspök a város papságával tartott ünnepen a hit átadásának fontosságáról és az egymás védelmét szolgáló felelős magatartásról beszélt a szárazréti fatimai boldogasszony templomban. Meg akarjuk hallani ezt a szót, be akarjuk fogadni és akarjuk az életünket az Úr szava szerint alakítani, mert tudjuk, küldetést, felelősséget bíz ránk, és ezt a küldetést, felelősséget mi vállalni akarjuk, és teljesíteni is akarjuk. Spányi Antal püspök az evangéliumról elmélkedve arra figyelmeztetett. A gazdag Lázár önző volt, csak magában bízott, és nem törődött üdvösségével. A 21. század embere is csak a maga erejében hisz. A jelenlegi helyzet azonban arra ösztönöz bennünket, hogy ismerjük fel, nem a magunk urai vagyunk. Egy parányi vírus teljesen felforgatta életünket, és meg kell tanulnunk a másik emberre figyelni, Isten szavára hallgatni. Adja az Úr, hogy értsük meg keresztényi felelősségünket. Értsük meg Istentől teremtett emberségünkből fakadó felelősségünket, és ezt vállalva éljük az életünket, hogy bennünk és a körülöttünk lévő világban, a velünk kapcsolatban lévő emberekben az Isten szeretet, az Isten elgondolása szerinti élet bontakozzon és teljesedjen ki. A szentmise után a közös imádságban a főpásztor védelmet és áldást kért a magyar családokra és minden emberre. Áld meg a mi családunkat, a mi szeretteinket, áld meg mindazokat, akiket elénk hozol, akikkel kapcsolatunk van, segítsd őket, hogy mi is tudjunk szeretettel őket erősíteni, fölemelni, hogy Isten kegyelme rajtunk keresztül, szavainkon, mosolyunkon, emberi gesztusainkon keresztül őket is erősítse. A szentmise a szentségi áldással és a litániával zárult.